Szervusztok, fajtások, ez itt újra a GameStart, én Dév vagyok, és itt van velem drága cimborám Sirius. Üdvözlök mindenkit, visszatértünk ide, és ahol Eli. Velünk tarthat Eli, és bizony elérkezett az ideje, hogy a következő játéknak is neki veselkedjünk, ami nem más, mint az Assassin's Creed 4 Black Flag. Bizonyám, egy élő adást már láthatatok nem is olyan régen, amit hatalmas sikerült mennünk azt az akadályt, vagy nem. Ami szerintem vicces volt. Szerintem is vicces volt. Az a helyzet, hogyha három ekkora idiótát összeereszt az ember, akkor egész egyszerűen nem tudunk figyelni a játékra, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy el fogjuk kezdeni előről, hogy a történet minden pici részét kövessük, és beleéljük magunkat a történetbe. Mit gondolsz erről? Jó, persze, toljuk neki a legyen dolgokat. Legyen így. Halkan megjegyzem, hogy beöltöztünk mindannyian úgy, ahogy kell. Sőt, mögöttünk van egyébként egy... zászló, ami nem látszik. Egy Black Flag zászló, és csak az alja látszik. Egyen, mi megpróbáltuk. Mi meg. Volt egy olyan javaslat is, hogy berakjuk mögénk, csak akkor azt mondta Sirius, hogy jaj, nem fog látszani, majd így. Most láthatjátok, hogy ki. Jó, de egyébként de most gondolj bele. De ott vagy... legalább, amikor így csinálok, akkor majd szeretnéd, látszik. Szeretnéd, hogy levegyem? Nem. Mármint szívesen átrakom. Jó, akkor rakd át, és mondd, hogy igazam van. Ne rakjál le semmit a mikrofonra. Nem tanultad ezt még meg? Na mindegy, nem könnyű. Igen, jó felé fordítsad, párna mögé. Ne akarjál sok mindent azonnal. Nézzétek meg, hát nem jobb így? Tehát amikor látod, hogy Black Flag van mögöttem, és a hátam így kitakarja, mert így... Ennyi már... Na mindegy, akkor... Mert most látszik, mert mint most komolyan azt mondja... Ha? De itt legalább van rá esély, tehát nyilvánvalóan akkor láttátok volna, amikor abban az elkerülhetetlen pillanatban, amikor leesett volna. Egyébként itt van Júlcsi is, csak dolgozik. Integet valami furcsa okból kifolyólag. Van egy játék. Jó van. Fogunk kezdeni játszani. Nagyon tetszik. Igazából az új tájlos menü, halkan megjegyzem. Én csak hajózni szeretnék, úgyhogy gyorsan érjünk el oda, hogy legyen hajónk. Jó. Nekem ez a név megfelel. Azaz, hogy nem. De most már mindegy. Most már teljesen mindegy. Most akinek Márta névvel kell felnőnie, az megtanul egyet s mást arról, hogy milyen gonoszak is a gyerekek. És nem is csak a gyerekek. Először, amikor kiköltöztem Angliába, akkor az egyik ilyen nagy ruhabolttól kaptam egy melltartó katalógust Miss Márta névre. Ott így eltört bennem valami, de átsatírozom mindig, hogy Mister. Hopp. Elindult a játék. Hát, igen. Mármint, hogy ez a rész, itt még figyeltünk, azt hiszem még a livestreamben is. Igen. Valahogy eddig tartott egyébként a koncentrációs képességünk, sőt, még talán a hajó csata. Igen, de Endre már akkor bomlasztotta a rendet. Ó, várjál, itt nekem lőnöm kell embert, meg osasint. Lőnöd kell mindent, amiért is mozog. Igen, itt megtanít menni. Futni nem, de. De. Jó, megyek. B-vel? B volt, ugye? B bizony. Kis tutoriál. Hasonlóan feliratok. Működik ahhoz feliratok. Képest. Feliratok. Kapcsoljuk be a feliratokat. Ezért is én vagyok a hibás, mert amikor még a kávémat iszogattam reggel, akkor még eszembe jutott, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt nem felejteném el. Így. Felirat továbbra is csak ezeken a nyelveken van, de lehet, hogy van most magyar már itt. Nem, az a helyzet, hogy ez egy preview copy. Nem, elnézést. Ez egy promo copy, ami azt jelenti, hogy ez egy újságírói példány, ami korábban érkezik. Ebből kifolyólag még nem tartalmazza a magyar retail verzióban már szereplő magyar nyelvet. Bizony. Ezért hatalmas elnézést kérünk, próbálunk fordítani ott, ahol tudunk, vagy esetleg, hogyha valami olyasmi történik, ami így fontos, és félünk tőle, hogy nem értitek, akkor azt jól elmagyarázzuk. Amennyire csak lehet. Nézd, pont két hajó közé telibe belőtte egyébként, nem is tudom, hogy igen, hátrafele dobom a izét.
azért egészen jól fel vagyunk fegyverkezve, tehát hogy nem az, igen, a, igen, nem az életérzés, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva. Meg hát ezek a hajók nem tűnnek túl nagynak. Meg most már túlzottan létező hajónak sem. Tududum-dum-tududum-dum. Ez nem sikerült. Nem sikerült egy lövésre. Jézus úristen! Belecsapott egy villám. Mekkora vicc már, mert mint hogy... Ez így önmagában ledemidzselte a nagy részét. Azért mondjuk elég izgága az a hajó, ahhoz igen, képest, amit úgy az a kérdés, de nézd meg, hogy hogy sebződik, hoppá. Fel tudom öklelni is a hajót, ha jól tudom. És most így... Volt kapitány, nincs kapitány. Most nem láttam éppen, hogy hova célzom. Most se láttam, hogy hova célzom. Mert kitakarja a hajó. Ja? Úgy, az jó, az ennek vége. Ennyi. De még van egy pici. Nem. De az nem számít, de volt. Nem. Mindegy. Figyelj, a katonák nem számítanak, mindig a királynőt kell. De úgy látszik, hogy teljesen mindegy volt. Igen, úgy látszik, hogy igazából nem, mi se jöttünk ki sokkal jobban a dologból. Skriptelve van! Na! Ajaj. Marcona assassin. És ennyi is lett volna a mai adásunk, mert meghaltunk úgy, hogy... Why not sail with the king's navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. Sod the navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 6. Hallatszod? Aha. No. We don't need a fortune. Bocs. Nem szerintem nem lesz annyira zavaró. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. Azért mondjuk nincsenek olyan hatalmas elvárásai. Nem, hát baby step. A year, I reckon. Two at the most. All right. No more than two. Promise me. Nem ígértük meg. Nem. Nem, mert bejön nekünk ez a kalóz élet. Én már most látom. Most nem úgy tűnik, de... Most éppen egy kicsit elhajótlanodtunk. Na, és egyébként ez vicces, mert hogy már is egy olyan beszélgetést hallgattunk meg, amit eddig nem hallgattunk meg egyszer sem. Így van, tehát, így hogy van. Ugye, amikor a livestreamet játszottuk, akkor igazából nem is volt rajta hang. Tehát, hogy ott úgy egy az egyben esélytelen volt, hogy igen, meghallgassuk azt, hogy pontosan miről is beszél. Jó, hát ki lehetett találni egyébként. Igen. De, szerencsére nekem volt alkalmam korábban játszani vele, és most is meg tudom mondani, hogy borzasztóan jók a szinkron hangok. Mert nagyon tetszik, az ember így beleéli magát a játékba. Mert elég jól sikerültek. Két dolgot nem csináltunk. Mit? Nem beszéltünk fontos cutscene alatt. Igen. És nem spoilerezhetünk, mert nem nagyon tudunk. Nem jutottunk el nagyon sokáig, de nem fogunk spoilerezni. Majd de semmit. Szerintem ez mind a kettő teljesen logikus elvárás. Abszolút. Láttátok azt a srácot? Na, az most mindjárt meghal. Nagyon szép, igen. Nagyon sokáig tartott. 100 eszkimosz. Én nem tudom, mire számított. Egy nyitott üveg, amit kisodort a tenger, és hát ha van még benne bármi. You don't have that gold on you now, do you? Nem úgy megy az, csak nem úgy megy az. Vizes az a puskapor. I'm on to you, Snixby.
Kapd el! Kapd el! De meg akarok mutatni valamit. ahogy fut ki a vízbe, lesz, nézzétek meg. Hát ez hibátlan. De én az ilyen apróságokat annyira tudom értékelni. Meg a nagy dolgokat is, mint például... Mint például, hogy azonnal automatikusan felszalad bármire, aminek neki szaladsz. Ez is egy nagyon szimpatikus dolog, illetve azt, hogy nézzétek meg, hogy mit ki nem hoztak egy Xbox 360-ból. Igen, egyébként nagyon-nagyon durva. Elképesztő, de tényleg majdnem, hogy teljesen akadás nélkül, tehát én nagyon-nagyon kevés zavaró dolgot láttam. Kéne egy ilyen összehasonlító, tudod, mondjuk az első Xbox 360-ra megjelenő játékok, meg hogy aha, most ez, és hogy milyen különbség az, amit azóta elértek, mennyit fejlődött. Hát az megvan, hogy például a Call of Duty 2, az, hogyha jól emlékszem, az ének a launch title-ja volt, az Xbox 360 egyik launch title-ja volt. Mm-hmm. És akármennyire is zseni az a játék azért, na, azért most már... És nézd meg, ugyanaz a hardware, és nézd meg, hogy mit lehet ebből kihozni. Sokat gondolkozom egyébként tényleg azon, hogy mi lenne, ha a PC-re is úgy próbálnának optimalizálni, aha, mert mit ki lehetne hozni, amikor mit tudom csak én van. Csak az, hogy ez nem egy egységes platform, igen, tehát így nagyon kevés nem lehet, a kettő, nem lehet ennyire ráírni a dolgokat, de hogy... Oh. Hát ezt majd akkor lehet egyébként csinálni, amikor érted, jönnek a Steamboxok. Uh-huh. És akkor már ott van a hardvered, ennyi specifikáció van, és arra rászabni az egészet, az hibátlan lesz. Nekem egyébként borzasztóan tetszik ez a Steambox dolog. De miért kell? Tudom. Ja, nem megnézni? Na, és közben fognak szaladni? Ó. Lootolj. I do loot stuff often. Jó, helyes. Az a helyzet, hogy... tehát megvan az a 80-100 óra játékidő. Ami mert természetesen nem fogunk ebbe a sorozatba belerakni. Igen, ezt akartam tehát is mondani, ez, hogy... Igen, ez valószínűleg nem lesz 80-100 órás sorozat, azt valljuk be, hogy az jó sok. Figyelj, érted, belerakhatnánk, csak akkor kicsit kevesebb cikk lenne az online-on, meg... Neked lényegében semmi tartalmad a csatornán. Igen. Igen. Hát nagyjából egyébként igen, ezek a lehetőségeink lennének. Pedig most már nagyon jól megy. Micsoda? Hát most már visszatértél a gyakoribb tartalomszolgáltatásra. Hát igyekszem, hogy legyen minél több most ez a hét bukó volt, egyébként nagyon viccesen, mert... Yeah! Mert ugye felvettem hétfőn annyi videót, amennyi elég lett volna ahhoz, hogy az egész hetet kényelmesen... Ez nem érintett. Belémlőtt. Nem, ez nem. De most szóval, már ott a kill felirat, úgyhogy mostantól vagyok igazán boldog. Tehát, hogy az egész hetet letakarjam vele. Na jó, még egyszer kellett volna videóznom. És... nem dugtam be egy kábelt. Felvétel előtt, úgyhogy minden három rész hang nélkül. Ó, igen. Akkor írtál is, hogy valaki rohadjon el. Most nem is tudtam, hogy kicsoda igazából, de valaki mást hibáztattál. Az életed, gondolom. Én nem, emiatt nem hibáztattam mást, ez az én ja, igen, volt. Igen, csak azt hallottam, hogy rohadjon el valami. És, na, szóval, hogy ez, most... és ugye emiatt, tehát, hogy egyszerűen nem volt időm pótolni a kimaradó ilyen időt, hogy így. Mert hogy így valahogy legyen tartalom, és ez szomorú. Viszont egyébként egy nagyon érdekes megoldását választottam ennek a problémának, ugyanezt a videót feltöltöttem kétszer, mert természetesen ugye a Vegas hiba miatt újra is kellett renderelnem a dolgokat. Nem, ez csúnya dolog, ez nagyon-nagyon csúnya. Mit találtunk? Señor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Oh yeah. While I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste, and trust that you shall be welcomed as a brother. Sumas humilde servidor, el gobernador Laureano. Nincs penge. Nincs penge. Az mindjárt lesz. Most egy másik assassinnak, vagy az, hogy egy assassinnak adjuk ki magunkat, és valószínűleg így kavarodunk bele egyáltalán az orderbe.
De hát ezt majd jól meglátjuk mindjárt. Sokáig volt rajtunk ez a kapucni. Igen. Eddig bírt a főhőség. Nem volt rá szükség. Viszont a dolgokat lőnek. Jó sok helyen lehet szinkronizálni egy másodperc alatt. Egyébként, ha megnézed, lelóg a lába a fáról. Igen. Vannak még ilyen pici problémák, de hát egy Assassin's Creed fan azért ezeken át tud lépni, hát mert így megszokta, persze. Hogy... Itt azért... Itt még azért valljuk be, elég rutinosan mozgunk. Jaj. Mindegy. Ez csak így gondoltam, azért kimondtad, ez volt a baj, ez csak azért csináltad, hogy bizonyítsd, hogy tényleg mennyire rutinosak is vagyunk. Mennyire rutinis... Rutinis? Tegnap, mai felvétel, ezt ugye bizonyára nem ekkor fogjuk kitenni a videót, úgyhogy ezt ti nem tudhatjátok, de tegnap mi nap folyamán volt a Game Night. És azt hiszem vállalhatjuk, hogy nem hevertük még ki annyira. Nem, semennyire. Én mondhatom, hogy ezt a mai reggelt az életemért való könyörgéssel töltöttem. Igazából 3 órájára kezdtünk volna videózni, de aztán úgy döntöttünk, hogy ülepedjen még egy kicsit az élmény. Igen. Mert tudunk az aljnövényzetben kushadni. És el tudod kapni a bácsikat. Igen. Szerencsére az AI nem feltétlenül a legokosabb, amit valaha láttunk. Nincs a helyzet magaslatán. Hívjuk így, hogy nincs a helyzet magaslatán. Az a helyzet, hogy a már-már nyomasztó létszámbeli fölény, amivel ezek a bácsik rendelkeznek. Bácsik vannak. Meg ezt azzal kompenzálja a játék, hogy hogy tök hülye az összes. Viszont azt hiszem, hogy a stealthy gyilkolásból most egy időre elég. Gyertek ide. Ebből a háromból, akik egymást nézik, nem vagyok benne biztos, hogy le tudnád őket így mindegyiket. Így. Ez egy... Na, és így tudod, így közben csak egy picit kellett volna megbökni. Csak egy picit. Ugyanúgy működik, mint a hárommal? Ó, igen. Jól van. Hát az úgy kellett, mint egy falat kenyér, nem? Hát igen, ez azért... Ebben egyébként az AC mindig is nagyon erős volt. Hogy még a kettőben is borzasztó jól néztek ezek ki. Átszúrtad a szemét. De mondd, hogy nem így kellett. De! Teljes mértékben helyesen tetted. I'm Duncan. What's your name, friend? Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Ah, oh, that is a relief. Annyira jó, hogy my destination. Majd mindjárt. Natural ally, then. You put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Yes. You have an uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Gave me quite a fright. But all things considered, I think it's turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? Annyira jó volt, ahogy tudjátok, ilyen nagyon nyersen beszélt az elején a Edward, és ahogy ez az ember megszólította, és nem akart, hogy tudja, hogy ő kalóz, így felvett egy ilyen fake angol, ilyen felhéjázó modort. Nagyon jó volt. Ezek az apróságok, amikre tényleg nagyon figyel a Ubisoft, és tényleg az összes Assassin's Creed-nek a... Body language, amikor kezdet fogtak, és utána a csávó megtörölte a kezét, és így ahogy lenézett rá közben, és így ott egy... Hol? A térképen ott. Igen, azt látom. Ja, jól van. Hát ott. Csendesen aranylik. Igen, halkan megjegyzem, én már nagyon-nagyon hamar éhen halnék bárhol, ahol térképet kell használni a túléléshez. Bocsánat, csak itt körülnézek, mert egyelőre nem teljesen tiszta, hogy mit jelent melyik jel, de mindegy, eddig tartott. Mármint azért, mert tisztelet, vagy azért, mert úgy döntötte, hogy... Milyen állat ez? Teknős, méghozzá egy milyen... Nézd meg, milyen szép nagy. Találtam egy hullát és egy térképet. Interaktálok vele. Na, és akkor most... Treasure maps. De az tök jó. Aha. Igen, különféle treasure mapeket találhatunk, amik elvisznek
a kincs helyére. Mi meglepő módon. Jó, igen, térképet kell olvasni. Azt hiszem pont most említettem, hogy ez nekem nem megy annyira. Ez nem az, ami, amit mi már... Nem. De. Ez nem a vízesés mögötti cucc? Én is szerintem ez a vízesés mögötti cucc, mert hogy az megvan már. De köszönjük. De nem nézzük meg? De megnézhetjük. Jó, mert akkor itt megyünk. És mivel hozom elő Y-nal? Aha, annyival könnyebb lenne, ha minket is jelölne. De jó, menjünk. Ne, az túl egyszerű lenne. Szűha teknős, elütötted. Mondjuk, lehet, hogy nem. 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 Hát ez teljesen hibátlan. És a csehó meg közben vár minket, miközben. Nem, ez nem az. Ez nem az? Mert mint, ja nem, ez nem az, amire, ami értetted, hogy nem az a másik. Nem. Nagyon zsír! Na, ez tök jó, hát ez az emberkez nem jutott messzire, aki ezt itt álltak, elrejtette. Egészen jól indítjuk azért, na. Aha. De sőt, tricezben is elég jók vagyunk. Hát ez csak így kirángatni már a láda mennyi lehet, nem hogy ami benne van, ha van benne valami egyáltalán. Yeah! Jól van. Elégedettségemet fejezném ki a játékkal kapcsolatban. Ez egy nice touch. És pontosan ezért nyúlik 100 órára a végigjátszás, mert hiába követed a fő sztorit, ha találsz egy kincses térképet, utána mész és megnézed. Pontosan. És olyankor mindenki várhat, és nem fog az érdekelni, hogy ez a csávó. Akkor nem. Akkor nem, semmi juhú. Pedig jó lett volna. Itt hajózni kell, szeretnél hajózni? Szeretnék. Ezzel epizódunk, végére értünk. Nem is, most miért mondod? Még simán van időm kihajózni bárhova. Hát... Jó ez, nem kell semmi. Miért van egyébként annyi láda, amennyi láda ott van mögöttünk a térképen? Azt látod, hogy mennyi van? Látom, hogy mennyi van. Mert hogy sok, nagyon. Aha. Borzalmasan sok. Visszajövünk. Kicsit döntök így, hogy lássak előre. Hogy... És most már csak nem kell neki menni azoknak a szikláknak, amik egyébként nagyon szépek itt előttünk. Mik? A sziklák. Igen. És most arra gondolsz, hogy... Hogy teliből kapom, igen, nem. Jó. Ugrálnak a halak a vízben, igen. Nagyon zsír. Igen. Egy 6 éves konfig. És egyébként valóban, tehát így, nem durva. Igen, és az ember így nem tud nem arra gondolni, hogy akkor ez így néz ki Xbox 360-on. Aha. Akkor mégis hogy fog ez kinézni PC-n? Vagy ugyanakkor, hogy fog ez kinézni Next Gen konzolokon. Igen, ilyenkor ez azért mindig eszünkbe jut, hogy milyen jó lenne ezt tényleg úgy látni, hogy a teljes fényében. De valószínűleg láthatjuk majd úgy is, úgyhogy... Az a helyzet, hogy én az a fajta igénytelen old school gamer vagyok, akit ez annyira nem érdekel. Most letöltöttem az Undyingot, aminek gyönyörű a környezet, imádom a hangulatát a környezetnek, viszont azért mondjuk meg, hogy nem egy nagyon jó grafikájú játékról van szó. Mert hogy 94-es? 2000, lehet, hogy 2000 utáni, nem vagyok benne biztos. Na mindegyik egy legjobb horror játékáról van szó, és olyan gyermeki örömmel játszom vele minden alkalommal a grafikai problémák ellenére. Egyébként hogy ez már engem így lenyűgöz. Én ennek már örülök, hogy átsétál az egyik bácsi a másikon. És megismétli, csak lekocintottunk valamit, semmi probléma. Ez egy nagyon nagy hajó, nem férhet el. Nézd! Aha. Az a madár az ott eléggé így helyben jól van az. Ja, jó van. Te azt mondod, hogy jó nem van. Nem láttál még flamingót repülni? Így repül a flamingó. Tengely körül fordul. Igen, tehát hogy ő így repül, ő úgy döntött, így repül. Nem vagyunk amúgy sokan ezen a hajón. De mindenképpen nem is kell. Legalább. Több éhes száj. Hát majd, hogyha fogsz még egy-két zátonyt, akkor lehet, hogy... Szeretnéd? Oké, nem. Figyelj. Nekem van idő. Kiparkolok a romok szántóért, és lerakom oda a hajót.
Arra vagyok kíváncsi, hogy most igazából abba tudod hagyni a vezetés? Aha, B. És akkor ki tudsz ugrani a vízbe és lemerülni? Meg ilyenek? Nem tudom abba hagyni. De, ez B-vel. De nem. De abba hagytad. Igen, nem. De. Kapaszkodik a izébe. A menetet hagytam abba. Igen, igen, igen. Tehát most... Lehet, hogy tudom őket riogatni. Aha. Már? Megszokták. Igen. Most már... Nem lehet sokáig szopatni ne, a hajósokat. Nem, most már nem, sajnos nem reagálnak rá úgy. Mert hogyha nem szólsz nekik, akkor beleeshetnek a vízbe? Nem tudom. Te miért... Bána! Kiderítem. Miért driftelgetsz a hajóval? Kiderítem, hogy mi van, hogyha neki megyek valaminek. És nem szólok. Semmi. Technikailag semmi. De most ki se tudsz szállni, úgyhogy valószínűleg ez nem egy ilyen standard hajózós cucc. Nem, szerintem ez egy kicsit ilyen butított verzió. Igen. Jó lesz az, hagyjad. Addig üvöltök, hogy... hogy tudják, hogy baj van. Viszont sajnos sem jött az akció, mert lemaradtunk a bánáról. Lesz még. Ah, nagyon helyes. Jó van, alig törted össze a hajót, ügyes gyerek vagy. Nem You're biztos. A natural sailor. Innen tudjuk, hogy scriptelve van a játék, mert aki Sirius teljesítményére azt mondja, hogy egy született, direkt volt. Egy született hajós vagy. Úgy szeretem ezt a kontrollert. Köszönöm, jó, bocsánat. Köszönöm. Nézzétek meg, milyen szépséges. Bizony. Fantastic work. Very promising. Ah. Oh. Nem, mi nem azok a fajta emberek vagyunk, akik nagyon igen. szeretik a modern vénáját. Igen, a jelenkori takonycukrozás teljesen feleslegesnek érezzük. Én az vagyok, aki sokkal szívesebben értesülne cutscene-ekből ezekről a dolgokról. Igen, én sem, nem szerettem, és tényleg én is azok között vagyok, akik inkább rontotta az élményt az, hogy neki kellett állni mindig a jelenkorba, és ott majomkodni. Aha. Pedig egyébként borzasztó erős a történet. Tehát az nekem semmi bajom nem volt. Itt most érezhető, hogy teljesen háttérbe szorult a jelenkori történet. De ez fontos is, úgyhogy most kussolok. I need you to move your head and look at these lights just here. Look up. That's it. Down. So far so good. Let's get you up. Most megvizsgáltak, hogy nem vagy komplet idióta. So, welcome to the Sample 17 project. Before you get started, you're gonna need this. There you go. Testing, testing, 1, 2, 3, hello, bonjour, c'est bon, it works. All right, let's take a walk. Your file says you've done some memory research before, but not to this extent, which is surprising. You're very good. The data streams are very stable. Impressive, right? This building is barely 6 months old, but Abstergo Entertainment has been a studio for a few years, since 2010. Egyébként eldolgozgatnék egy ilyen irodában. Aha, csak játszanál ezekkel. Van valami probléma a dologgal, mint... We'll be unveiling commercial Animus servers for the whole world to enjoy. They'll offer passive experiences, of course. Edited versions of real history. Bocsánat, muszáj leállítom, hogy ezt elmondjam. Most a Liberationről beszél. És amikor ezt bemutatták a játékot, tehát amikor ez még nem adták ki, de már bemutatták, akkor már tudták, hogy az Assassin's Creed Liberationnek készül egy HD változata, ami konzolokra és PC-re érkezik egyébként januárban, és most erről beszél igazából. Tehát így összefűzi magát a Ubisoftot és az Abstergo-t, amit látunk a játékban. Szerintem ez fantasztikus. Hatalmas ötlet, az biztos, mindenképpen. Well, thank you, Nancy. Oh. Bonjour.
keresünk easter egg-eket. Már is. Aha. Adj egy kávé. Hibátlan. This is for you. The primary tool of our trade. Your communicator. Mm. Van most már tabletünk. Végre. Tudunk játszani rajta. Free to play Batman-es játékot. Érzed még nem. De majd. Karácsony környékén tudni fogunk. Nyomok mindent, mint egy idióta. Igen, látom, látom, el vagy. Közben elérkeztünk amúgy az epizódunk végére. A mai epizódunk végére. Vajon beszállunk ebbe a liftbe? Szerintem... Vagy valami egész más fog történni? Kiderül a következő epizódból. Így van. Sziasztok. Sziasztok.